Persze, persze, tudom, a fiú nézők közül valószínűleg sokkal többen szeretnék azt, hogy Margot Robi tartsa a mai videót, és ne én, de sajnos el kell keserítenem őket, mert hogy ő csak az én kivetülésem az AI által, hogyha én felteszem a kezem a fejem fölé, akkor ő is felteszi a kezét a feje fölé, ha elfordítom az arcom, akkor úgy szintén elfordítja ő is a és a másik irányba néz. Ezt fogom megmutatni, hogy hogyan tudjátok nagyon egyszerűen megcsinálni a saját gépedeken. Sziasztok, Pintér Zsolt az az en Pintyő csatornától, és ma egy különleges uh, ilyen csomópontot, nódot mutatok be a Conf ui hoz ami az LCM sebességét kihasználva, és a webkameránkat élőképet tud azonnal átalakítani egy másik uh, alakká, egy másik emberré. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Most nagyon sok minden elhangzott, különféle szakszavak, amit nem biztos, hogy mindenki tud, hogy mire gondolok. Most leállítom egy pillanatra a kisasszonyt. Jó. Mik is ezek, amiket most elmondtam? A saját számítógépünkön a Stable Diffusion-nel tudunk képet generálni. A Stable diffusion készült egy grafikus felület, elég sok készült, de amit mi most fogunk használni, az a Confi UI. Ilyen felülete van a Confi UI-nak. Elsőre lehet, hogy bonyolultnak tűnik, de miután elkezdett használni, nagyon egyszer és nagyon jó az egésznek a workflow-ja. Különféle csomópontokat kötünk össze egymással, mindegyik csomópontnak megvan a maga haszna és célja a képalkotásban, és utána ezzel nagyon könnyen tudjuk módosítani a képalkotás folyamatát, és nagyon könnyen el tudjuk menteni, illetve megváltoztatni, hogy mit szeretnénk. Ennek a videója fenn van az Emperon Pintyő csatornán. Ha már ezt így emlegettem, akkor ha még nem iratkoztatok fel az Emperon Pintyő csatornára, akkor nagyon ajánlom nektek, hogy tegyétek meg, így napra készek maradhattok a legfrissebb AI hírekkel kapcsolatban, többek közt például azzal, hogy ha megjelent a képből videókészítés, 360 fokos panoráma, és minden, amit el tudtok képzelni. Kövessétek, beiratkozzatok fel, hogyha szeretnétek csatlakozni, a csatornának van egy Discord szervere is, ahol mindenre választ találtok, ami AI, és még a társaság is nagyon jó, akkor mindenképpen nézzétek meg a Discord szerver linkjét a videó leírásába, illetve a Twitter oldalt is kevessétek be, ha még nem tettétek volna meg. Térjünk is vissza a szolgálati közlemény után a videónkhoz. Tehát Toji XYZ bemutatott egy egyedi nódot, csomópontot ehhez a Konfiguye felülethez, amit tudunk használni. Azért volt ennyire gyors a képgenerálás, mert az LCM modellt használja mi is ez az LCM? a látens diffúziós modellek, amiket általában használtunk eddig, vagy használunk, azok nagyon jó képeket hoznak létre, de sok időbe telik és sok számítást igényel, amíg létrejönnek. Ezért új technológiát fejlesztettek ki pár négy kínai egyetemen, amit látens konzisztencia modellnek, azaz LCM-nek neveztek el. Ez az LCM gyorsabb és kevesebb lépésben tud képet létrehozni, miközben még mindig elég jó minőségű képet kapunk. Pár tudnivaló ezzel kapcsolatban, Eddig, pár héttel ezelőttig csak egy bizonyos modellel működött ez az LCM, de készítettek hozzá egy Lora fight, ez egy kisebb képi modell, és ez lehetővé teszi, hogy bármelyik modellt, amit szeretnénk használni, azt ezentúl tudjuk használni az LCM metódussal. Legyen az az 1.5-ös Stable Diffusion modellen alapuló, vagy az SDX ellen, amelyiket szeretnénk, azt tudjuk használni. Ezek a fotók nem annyira tökéletesek, mint hogyha mondjuk egy percig generálta volna a számítógépünkön, lesznek rajta hibák, kicsit elnagyolt részletek is esetek, de a 80-90 megkapod annak, amivel jóval több idő lenne létrehozni egy fotót. Ami fontos, hogy a CFG értéket, azt 1 és 2 között kell tartanunk, 1 alatt nem szabad levinni, mert akkor nem érzékel egy negatív frontot, Kettő fölött pedig nagyon furcsa lesz a kép, sötét, kontrasztos, furcsa dolgok jelnek meg rajta. Lényeg a lényeg, 1 és 2 között legyen, én 1,2 és 1,5 között állítom be a CFG értéket, vigyázzatok, mert aki hozzászokott a Stable diffusion azok jóval nagyobb értéket szoktak használni ennél. <kül> a, hogyan tudjuk feltelepíteni ezt a nódot, ezt most itt ki is törlöm, úgy lehet feltelepíteni ezt a nódot a Confi UI-hoz, hogy belelépünk a Confi UI-nak a mappájába, ahova feltelepítettük, azon belül megkeressük a Custom nodes mappát, és itt a következő parancsot kell kiadnunk. Ahhoz, hogy kiadhassuk ezt a parancsot, amit itt a z ír, ezt a git clone és utána ennek a weboldalnak a címe, ahhoz a git nevezetű programot telepíteni kell a számítógépünkre, ezt nagyon egyszerű megtenni, erről a weboldalról lehet letölteni, van Mekes Windowsos Windows-os, linux -os változata, letöltitek ezt a fájlt, és szépen sokszor kattingatva next, next, next-re, fel kell telepíteni, semmiféle különleges beállítása nincs. Ha ezt feltelepítettétek, utána ki lehet adni a git parancsot a számítógépeteken. Tehát innen kikopízzuk ezt a git clone parancsot, és azt mondjuk, itt ebbe a mappába, custom notes-ba nyitunk egy parancs ablakot, a cmd parancsa a windows és látjátok, egyből itt vagyok ebben a mappában, ide bemásolom ezt a git clone http stb. 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 majd megnyomom az entert. Ez egy-két másodperc alatt letölti a config hoz ezt a kis kiegészítőt, ezt az új nódot. Hogyha ez megvolt, akkor uh, újra kell indítani a config t tehát arra mindenféle figyeljetek oda, hogy újra kell indítani. A scripten belül van egy webcam capture, amit elkészített a Toy XYZ felhasználó, ezt a RAND.battal tudjátok elindítani. Ez megnyit egy ilyen ablakot, ahol ki kell választanátok a webkamerátokat. Ez sajnos a nevét nem látni még jelenleg a webkameráknak, azt még nem olvassa ki. Itt 0 és 9 között valamelyiket ki kell választanatok. Be tudjátok írni a felbontást, hány frame per szek legyen, illetve itt egyből, hogyha bejelöljük, akkor látjuk a webkamera képét. Meg kell kötelező jelleggel adni, ez nagyon fontos, a kimeneti mappát, hogy hova mentse el a képeket. Én itt a Capture Cam-en belül a Captured Frames mappát adtam meg, tehát ennek az elérési útját kimásoljátok és beállítjátok, most találjam meg, hogy melyik alkalmazás volt, beállítjátok ide az output foldernek. Itt a bróza tallózással nyugodtan meg lehet ezt keresni a számítógépeteken, és a mappa választást kiválasztani. Illetve a Select Rendered Image-nél pedig be kell állítani annak a képnek a nevét, ahova lementitek, tehát ebben a mappában mondjuk egy Capture.jpeg kép legyen, ahova mentitek. <kül> Utána itt van még egy-két opció, amit létrehozott, hogy lehetne ilyen videó csinálni belőle, de igazából nekem ez még nem működik, ez a webkamera applikáció, mert egy kép ö, grebbelése után lefagy, és nem ö, veszi a többi képet a webkamera, ezért most egy kicsit más megoldást fogunk használni. De lehet, hogy amikor ti meg fogjátok nézni a videót, már működni fog, mert folyamatosan frissíti a nódot a készítője. Most ha ráfrissítek, akkor legutára három órával ezelőtt frissítette, tehát biztos, hogy változni fog még, mert folyamatosan fejleszti és javítgatja. Ahhoz, hogy kikerüljük ezt a hibát, hogy nem működik ez a webkamera, de nekünk csak az a célja, hogy egy JPG képet előállítson a, előállítson a kamera képéből. A következőt kell... Uh, az jó, hogy megnéztem, Hát abban el szoktam felejteni, bekapcsolni a mikrofont, de most be van. Pirosan világít. Szóval, van egy ilyen weboldal, ez a nearsoft.neten a Webcam Image Save nevezetű program, teljesen ingyenesen használható. Le lehet innen tölteni, hogy egy kicsit lejjebb scrollozunk, nem is tudom, szerintem ez egy Windows-os program. Igen, Windows-os program, de biztos, hogy van Macre és Linuxra is egy ilyen egyszerű webkamera alkalmazás, ami csak egy jpg lement és betodájtaná egy hány másodpercenként. Windowsra, hogyha ezt letöltöd, akkor kapsz egy tömörített cipfájlt, illetve hogyha itt lejjebb mész, itt van egy hungarian language file, ami úgy szintén egy tömörített fájl, ezt is le kell tölteni. Ha letöltöttétek ezt a két fájt, akkor ki kell csomagolni egy közös mappába. Én ebbe a webcam imi szép mappába csomagoltam ki, és ennek az öt darab fájnak kell benne lennie. Hogyha elindítottátok, akkor most ezt letakarjuk. itt van egy ilyen, hogy fáj csatlakozás az eszközhöz, és ott kell kiválasztanatok azt a videóeszközt, ami majd a webkamerátok lesz, innen fogja grebbelni a képet, illetve be kell állítanatok, ha jól emlékszem, első indításkor megkérdezi, de hogyha mégsem, akkor az opcióknál, tehát az opcióknál, rögzítési beállítások, itt be kell állítanotok a rögzítési fájnevet, illetve a mappát. Ezt állítsátok be ide, mondjuk a Capture cam a Capture Frames-re, hogy egy Capture.jpg-t hozzon létre. Automatikus rögzítés legyen bekapcsolva egy másodpercenként, és nem kell rá a dátum, idő, címke, tehát ezt a pozíciót állítsátok a nincsre. Ennyi beállítás van mindössze, oké, okay. és utána már folyamatosan venni fogja a webkamera képét. Hogyha ez megvolt, akkor miután elindítottuk a Config t nézzük meg, hogy hogyan kell létrehozni a munkafolyamatunkat. Még egy valami, nekem azért nézett ki Margot Robinak, mert letöltöttem egy lora t még pluszba, ez a civitai.com-ról tölthető le, és ezt a lora file-t be kell másolnotok a ConfUI-nak a ma megfelelő mappájába, a Confi on belül van egy Models, ott van egy Loras mappa, és ide le kell menteni ezt a Margot Robit, azért nem látjátok nálam, mert én az automatiki Eleven eleven olvasom be a Lora fájlokat. Amire még mindenféleképp szükség van, hogy működjön, ha a Confi nem telepítetted fel az LCM-et, akkor arra is mindenféleképp szükség van. Most már a Confi ba beépítették az LCM használatot, tehát nem kell hozzá egyedi nód, viszont kell hozzá az LCM LoRa fájla, amit úgy szintén le kell tölteni a Civit AI-nak a weblapjáról. Ezt mindjárt meg is teszem. Beírom, hogy LCM LoRa, erre van szükség. Eznek a linkét természetesen berakom a leírásba, és itt ezt a két fajt töltsétek le, az LCM for SD 15 et és az LCM for SDX-et itt a letöltés gombbal, és ide kell belerakni a Configure Models Loras mappába ezt a két fájt. Látjátok, az egyik egy 130 megás, a másik egy 390 megás fájl. Erre mindenféleképp szükség lesz. <kül> Jó, akkor építsük is fel a munkafolyamatunkat, ami kell nekünk. Amire szükségünk van, először is be kell tölteni az alapmodellt, Ugye, dupla kattintás, load checkpoint, de ránagyítok, hogy jobban lássátok, Ugye, az egérrel lehet zoomolni. Itt kiválasztunk egy modellt, ami a gépünkön van. Én a Realistic Vision-t használom, ez egy nagyon jó modell, az 5.1-es, ez úgy szintén a CVTI-ról letölthető. A következő, amire szükségünk van, az egy VA betöltő. Na, nem látni, mert persze. Elnagyítottam nagyon. VA loader, ez, ide rakjuk alá, itt kiválasztjuk a VA FTMSN 840 ezret, utána szükségünk van egy lórára, amit betöltünk, erre mindenféleképp szükség van az LCMS lorára, anélkül nem fog működni ez a lora loader, ami kell, és itt ki kell választani, attól függően azt a lora fájt, hogy milyen típusú modellel dolgozunk. Ha 1.5-ös modellel dolgozunk, akkor az 1.5-ös lorát választjátok ki. Ha sdx es modellt választottatok ki, akkor sdx es lorát. Itt megkeresem, LCM SDV 1.5-öt választom ki, mert a Realistic Vision az 1.5-ös modell. Onnan tudod, hogy melyik modell, milyen Stable Diffusion modellen alapul, hogy ide van írva a Base modellnél a CVTI on mellé a a modellnek a verziószáma. Utána, ami kell nekünk, az ö, <kül> egy model sampling diszkrét, model sampling diszkrét, ezt át kell állítani LCM-re. Jó, egy kicsit visszascrollozok, hogy jobban lássuk a képet. Ha ez megvolt, akkor akkor, lehet, hogy kihagytam, szükség lenne még a Lorára, a Margó Róvira. Ez nem fontos, ezt csak így pluszba berakjuk. Berakjuk Margó robit, hol vagy? Van. Jó? Kell egy pozitív prompt. Jobb gombbal rákattintunk color, és beállítjuk zöldre, hogy könnyen meg tudjuk különböztetni. Beállítunk egy negatív promptot, ezt beállítjuk a színét pirosra. Kell még egy webkamera betöltő, ahol betöltjük a webkamera képét. Hát, ha így nem látjuk, webcam, itt van, load webcam image. Van egy Capture Webcam is. A Capture Webcam az közvetlenül a webkamerátokról capture be a képet, és mentené le. Azzal az a baj, hogy nagyon lassan működik. De sokkal gyorsabb a Load webcam a használata, azzal nagyobb sebességet tudunk elérni. Itt meg kell adni az Image Pass nél azt az elérési utat, ahová a Capture jépeget mentitek, tehát itt van a... Lássuk, menjünk vissza. a ja, Custom Notes, azon belül a toxy, XY, Capture Cam, captured Frames, és itt a Capture JPEG, én ide mentettem le. Ezt az elérés utat be kell másolni ide. Jó, ide a Capture JPEG elé bemásolom ezt az elérés utat. Oké. Okay. kötögessük is össze őket, hogy működjenek. A checkpointnak a modelljét rákötjük a lorára, ez a modell megy tovább a másik lorába, ez a modell megy tovább a model sampling diszkrétbe. A clip az bemegy ide a lora fájlunkba, onnan tovább megy a másikba, onnan már nem kell tovább mennie, arra nincsen szükség. A klipet még rákötjük a pozitív promptra, rákötjük a negatív promptra. Kell még egy szempler. Itt a Sampler. Ide a modellt úgy rá kell kötni. Itt a Model sampling discrete diszkrétből, ami kijön, azt kötjük rá. Rákötjük még a pozitív promptunkat, a negatív promptunkat. Létre kell hozni. Egy VA enkódot, ami létrehozza tulajdonképpen a látens kép változatát ennek a webcamnek. Azt mondja, hogy VA enkód ide rakom, ezt a képet ide ráhúzzuk, a VA-fájt ezt odakötjük ehhez, illetve odakötjük, a... hova kötjük még, igen, ide kell egy dekódolás is, hogy a látens térből ide a látható térbe átalakítsuk a képünket, ide is a VA fájt rákötjük. Így. Nagyon egyszerű amúgy az összekötés a nódoknak, mert ha észrevehetétek, hogy amikor húzom a nódnak az összekötő vonalát, akkor inaktívá válnak azok a csomópont kapcsolódási pontok, ahova nem lehet odakötni, mert más a típusa. Ezért nagyon egyszerű megtalálni, hogy melyikre kell rákötnöd. Itt ezt a látens beadjuk bemenetnek a samplerbe, és elméletileg ennyi volt a beállításunk itt. Csinálunk még egy Preview Image-et, nem kell lementeni. Preview Image, ezt rákötjük ide, és a szemplert a következő képen kell beállítani. Elmondtam már az előbb, hogy a CFG értéket azt alacsonyan kell tartani, itt állítsunk be mondjuk 1.3-at, a sampler némnél az LCM-et kell kiválasztani, és a ütemezőnél pedig nagyon fontos, hogy az alsó három közül válaszáltak ki valamelyiket. A legjobb minőséget az SGM uniform adja, a Simple az majdnem hasonló minőség, viszont gyorsabb, nem annyira számottevően, de érezhető azért, hogy ti válasszátok ki a háromból, hogy melyik tetszik jobban, én most az SGM uniformot választom ki. A lépés szám természetesen nem kell ilyen magas, hisz ez az LCM modellek lényege, hogy nagyon le lehet szorítani a lépésszámot, ezért ennyire gyors is a képgenerálás, négyet adok meg. A seed number az lehet mondjuk egy 2 3 4 mindegy, és figyeltek oda, hogy a randomizat, ezt át kell állítani fixre, mert hogy ha Fixre állítjuk, akkor a kép az sokkal konzisztensebb maradt, tehát nagyjából ugyanaz a kép fog változni, nem fog ugrabukrálni a háttér mindenfélére. A dinózérték nagyon fontos, ezt le kell venni alacsonyabbra 0,4-re. Ami még szükséges, hogy beírjunk egy pozitív promptot, mit szeretnénk látni a képen, mondjuk Margot robit szeretnénk látni. Jó. A Margorobit azért írtam be, mert minden Lora fájlnak van egy triggerelő szava. Természetesen, ha nem használtak a Margorobi fájlt, itt ki lehet hagyni a munkafolyamatból, és ugye akkor ezt egyből rá lehet ide a Model Sampling display kötni, akkor nem kell a Margorobit beírni. De ha szeretnétek, hogy ez a Lora fájl, amit ide betöltöttetek, az aktiválódjon, akkor a pozitív promptnál meg kell hívni. Itt a szivitéjájól látjátok, a Margot Robbie Laura Fine nál van egy Trigger Words, ez az a szó, itt ha rákattintatok erre, akkor ki is kopizza a vágólapra, amit használni kell, hogy működjön. Ide beírtam mindenfélét, High Detail Skin, stb. stb. Még szemüvege is lett. A negatív prompthoz pedig egy ilyen általánosat írok be, hogy ne legyen rajta vízjel, logó, ne legyen mesztelen NSF kép, aláírás, verse quality, low quality. Szóval ezek az általános szavak, amiket szoktunk használni a negatív promptár, ez az, ami megmondja, hogy mi ne legyen a fotón a generáláskor. Majd, hogyha rákattintotok a QL promptra, akkor elméletileg betölti a modelleket, és le kell generálnia a képet. Le is generálta, bár nagyon sötét lett, valamit szerintem sikeresen elrontottam. Ugye megnézzük, hogy micsodát. Ó, nagyon izgultam, mert eddig nem működött a webcam image-save program, hogyha az OBS futott, amivel a videót veszem fel, de most úgy tűnik, hogy működik. Super jó, nézzük akkor meg, generálunk egy újabb képet. Bum, és ott van már a ott ül a könyves polc előtt. Szuper jó, rá is közelítek. Ott néz éppen, hogy mit kell begépelni a billentyűzeten. Oké, de ez most nem élő. Nagyon egyszerűen élővé tudjuk varázsolni. Itt a jobb oldalon kapcsoljátok be az Extra Options kis jelölő négyzetet. Meg fog jelenni egy ilyen felirat, hogy Auto Que. Ezt bekapcsoljátok, és ha utána kattintatok a Que promptra, ami a generálást elindítja, akkor folyamatosan elindul a generálás, és látjátok, hogy észveszejtően gyors, hiszen az LCM-et használjuk, és felteszem a kezemet a fejem fölé, és már ott is van. Elképesztő gyorsan. Elfordulok, hogy oldalra nézzek, és látjátok, hogy a karakter is oldalra néz. Szuper jól működik, most a másik irányba fordulok és ő is átfordult. Visszafordult a kamerához, megérkezett Margot Robi, szuper, legközelebb a lányoknak kezdvedeskedünk valami mással, más karaktert fogunk találni. Mondjátok meg kommentben a lányok, hogy kit szeretnétek látni, hölgyek, akik nézik a videót. A munkafolyamat ennyi volt, mint látjátok, tehát tényleg nagyon egyszerű, még egyszer átnézve, hogy mit is csináltunk, betöltöttük a fő modellünket, a checkpointot, betöltjük a VA fájt, ami mindenféleképp szükséges hozzá. Vannak olyan modellek, ami bele van égetve, azt is lehet természetesen használni. Akkor nincs erre a loadra szükség. A load lorával mindenféleképp be kell tölteni az LCMS lora amit mutattam, hogy honnan lehet letölteni, a Confuai mappájában megfelelő helyre, a További lórák, amiket használsz, azt ezután kell bekötni, összekötni a modellt, a főmodellünket a lorával, és onnan átkötni arra, ha akarsz még nem fontos másik lorát használni, de akár használhatsz ötöt is, mindenféle módosításokat hajtasz vele a krép, képen. Utána ezt egymáshoz kötjük, a klippet is ide kötjük a kliphez, ez a klip megy tovább ide, majd itt ez a, működik? Ez a két kimenet a modell és a clip, azt átkötjük a modell sampling diskrétre, de csak a modellt, itt mindenféleképp az LCM-et válasszátok ki. És ez a modell kimenet, ez átmegy ide a samplerünknek a modell bemenetére. A pozitív promptot, amit a clip text Lenkódba beírtunk, illetve a negatív promptot, annak a bemenetét rá kell kötni a checkpointnek a clip kimenetére, és a két promptunknak a klip kimenete, a kondicionálás, az megy be ide a szempler pozitív és negatív részébe. Ami pedig nagyon fontos, hogy a load webcam image betöltjük azt a képet, amit ment a webkameránk folyamatosan másodpercenként a gépünkre. A va átalakítjuk a képet képé és ezt a látens ide bekötöttük a szemplerbe. A szemplerben nagyon fontos, mint látjátok, nem ugrál a háttér, nagyjából elég konzisztens marad, azért, mert ezt fix állítottam. Most átállítom randomra, akkor látni fogjátok, hogy össze-vissza ugrál a háttér, illetve a ruházat is, meg minden más is teljesen megváltozik, ezért kell ezt fixre állítani. A lépés lépésszám az négyen tökéletes a CFG érték 1,3 és 1,5 között állítsátok, nézzétek meg, hogy melyik felel nektek meg jobban, de mint mondtam, kettő fölé ne vigyétek, mert akkor már teljesen használhatatlan lesz a kimenet. A szemplernek a neve az az LCM, a ütemezőnél pedig az utolsó három közül válasszátok ki a nektek tetszőt, próbáljátok ki, hogy melyik ad számotokra jobb eredményt, a dinoiz érték pedig, az mindenféle kép 0,4-0,5 között legyen, különben ö, nem lesz jó a kép, hiszen figyelembe kell vennie a szöveges promptot, és figyelembe kell vennie a képet is, amit bemenetként kap meg. És itt is van. Ahogy realtime-ba itt átírjuk, azt mondjuk, hogy legyen mondjuk a ruhája piros. És természetesen nem lett piros, mert miért is lenne piros, amikor azt mondtam, hogy piros legyen. Legyen piros a ruhád. Nézzük csak meg. Sunset se kell. Igen. Hoppá. Kicsit kevesebb ruha lehet rajta, mint kell. Nem, 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 ilyet nem csinálsz. Jó. Igen, ott a piros ruha. Jó. Oké. Okay. Igen. Egy kicsit itt meg lehet növelni azt, hogy mennyire szükséges nekünk és fontos a piros ruha. Néha elég furcsa képeket generál, ne jegyetek meg, egy idő után beáll, és akkor már rendes képet fog adni. A 0,45 az sok. Ezt visszavettem 0,4-re. Igen, ott van rajta a piros ruha. Igen. Rózsaszínes pirosas ruha. Így van, most jó a kép. Ezt úgy értem el, hogy itt egy picit megnöveljük a súlyozásnak az értékét, a beírt szó után zárójelbe rakjuk, és beírjuk mondjuk azt, hogy 2.1,3 ponttal kell beírni, akkor ezt nagyobb figyelemmel veszi figyelembe ezt a tokent a generálás, és akkor ott is van a piros ruhája, nem kell, hogy legyen szemüvege, letöltöm a szemüveget és már nincs szemüvege. Tehát ennyire gyorsan, azonnal, réjtárban tudjátok változtatni. Szuper! Elkem nagyon tetszik. Próbáltok itt ti is, Ú, írjátok meg, hogy milyen promptot adtatok meg. Még mutatok egy jót, amit kipróbáltam. Például... Legyünk nyuszik. Jó. Ezt átcseréljük arra, hogy ne legyenek emberek a képen. Ó! Oh. Oké, okay, még mindig ember vagyok. De már nyuszi füllel. <laughs> Meg valami, <laughs> valami kínai az. Nem, 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 nem. Nem, nem. Random. Lássuk azt a nyulat. Tesséim hát vagyok. Pedig itt van nyúl. Legyen, egy ott a nyuszi. op már megjelent a nyúl. Egy kicsit erősítsünk a nyuszin. Mondjuk neki azt, hogy 1.3. Ott a nyúl. Elkaptuk. Most már három füle van. Egy kicsit erősítek rajta. 0.42. Á, még több füle van a nyuszikának. Ott a nyúl. Ja. Most már ketrecet is rajzolt mellé. Jó, itt vagyok, mint nyúl. mikor-mikor ott van, mikor nincs. Ó, ott volt, az jó volt. Nem... Na igen, a randomize az nem jó, mert nagyon ugrál, fixen. Igen, a nyúl, de most egy asztalon van, az nem jó, mert a ruhába kellene tanyáznia. Csak elkapjuk azt, amikor jó lesz azt a beállítást. Hát nem mindig sikerül. Valamiért mindenáron embert akar faragni belőlem, pedig én nyúl szeretnék lenni. Hmm... Érdekes, mert uh, nekem a nyúl az kijött. Aha, na, na, talán most, hogy megemelem a CFG értéket, 1,4, 1,5. Ott a nyúl. A nyúl fejem lett. Ha, visszaváltozott emberi. Ha, na mindegy. Ezzel lehet még próbálkozni. Ott van, megint nyuszi Jó, ennyi lett volna a mai videó ezzel kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha bármi kérdésetek van azzal kapcsolatban, hogy e, hogyan kell beállítani a ConfiWire-t, vagy bármi mást, akkor kérlek írjátok meg kommentben nyugodtan a YouTube videó alá. Természetesen a ConfiWire-ről és az lcm is találtok videókat a csatornán, nézzétek meg, illetve szeretném mindenféleképp megköszönni a segítségét annak a két embernek, aki támogatja az oldalt a Patronon keresztül. Nem szeretném eltéveszteni a nevüket, úgyhogy inkább megnézem. Na. Igen. Tehát német Roland és Hódi Szabosnak szeretném megköszönni a támogatást, mert az oldalnak van egy patron oldala, ahol lehet támogatni a munkámat. Itt ugyanúgy megtaláltak a videókat, és még olyanokat is megtaláltok, amit a videóban nem teszek esetleg közzé, plusz információkat, híreket, például itt a Confi hoz pont felkerült egy plusz workflow, amit a tagok láthatnak és tudnak feloldani azzal, hogyha taggá válnak a Patronon. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, illetve iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még több ilyen videót látni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!